Április 16. péntek reggel. Gyönyörű szépen süt a nap. A látvány csalóka. Már éjszaka bizony fagyott. Úgyhogy be is fagyott a... Még a szivacs is megfagyott. Befagyott a mosogatóm, úgyhogy várnom kell, mire el tudom mosogatni az edényeket. És bizony, ezek is deresek lettek. Ilyen gyönyörű szépek a dérben, ahogy csillog. A finom oregánó. Úgyhogy várnom kell most délelőtt. Kényelmesen megcsinálom a jógát, meditációt, védikus recitációt. Kicsit elmélyedek, már megírtam két levelet barátoknak, ismerősöknek. Invitálok mindenkit erre a pár napra, hogyha bír, jöjjön. És majd utána megfőzöm az ebédet, és szerintem a délutáni órákban pedig nekilátok. Majd a munkálatoknak addigra jön 8 fok körül, 8-9 fok körül jósolnak kellemes időt. Az időjósok, egyenlőre nem mozog a szél, gondolom, ahogy majd melegszik föl az idő, úgy azért az is beindul. Viszont így, hogy most kitaláltam azt, hogy alulra jéger alsó, ugye, rá a nadrág, fölülre ugye póló vagy ing, és utána két pulóver, és most jön az érdekesség, hát volt, találtam végre egy jó kis ilyen szélkabátot, ami még itt volt, ezt felhúzom, és a szélkabátra húzom rá a munkás vastagabb kabátot, és akkor a szél se, tehát az ilyen 15-20 km per órás szél se fúj át rajta, és akkor így azért csak meg tudom védeni a mellkasomat, hasamat a lehűléstől. Közben a fák egyszerűen fantasztikusak, hogy gyönyörű szépen virágzanak, remélem, hogy nem bántotta őket nagyon ez a mostani lehűlés, és gondolom ez lesz már az idei tavasznak az utolsó ilyen nagyon hideg mínusz ideje, talán még a májusi fagyokba jöhet még valami, de szerintem most már inkább csak melegednie kell az időnek.